magyarok madara, segítsed a népet, simogasd a hittet, ki utadra lépett, ne légyen az úton, múlt veszélytő homály, ragyogjon a fényed, repülj tudomodás. Szárnyaiddal érintsd meg az eget, óvjad és vezessed magyar nemzetedet. Úgy sarjad a növény, ha időben... Kedves magyar honfitársaim! Összefoglalót látnak a 2017-es nyári napforduló eseményeiről, amely egyben jut a találkozó is, de a magyar néphagyomány egyik legszentebb ősi ünnepe, a fény ünnepe. A rendezvény helyszíne Gomba község mellett Alsó Farkasd, Tóth Tibor tanyáján lett megrendezve. Az ünnep nem csak az események látványosságáról, érdekes előadásokról szól, hanem főleg a lelki, szellemi és testbeni megerősödésről. Ezeken a napokon találkoznak a rég nem látott ismerősök, barátok, és megosztják egymással örömüket, gondolataikat, az elmúlt idő eseményeit, történéseit. Hogyha merünk változtatni a sorsunkon, mert a sorsunk az a mi kezünkben van. És amíg mi egyenben... Az első napot, június 17-ét, szombatot a szervezők a rendezvény előkészületeivel, a nemzetségfők jurtáik felállításával töltötték. Hey, 18-a vasárnap, reggel a nemzetségfők gyűlésével kezdődik, ezután következnek a nap eseményei, előadások, gyógyítások a jurtákban, íjászat és lovas bemutatók. Vacsora után Nyers Csaba a 20 évvel ezelőtt készült megdöbbentő filmje került levetítésre. A filmről méltán mondhatjuk, hogy hiánypótló történelmi oktató, összefoglaló film, amely eddig nem került levetítésre. 19-e hétfő, szintén az előadások bemutatók napja volt. Huszadika kedd, a szakrális ünnep kezdete. A reggel ismét a nemzetség főt megbeszélésével kezdődött. Ezután az ünnep folyamatát követhetjük egészen hajnalig, a napba öltözött boldogasszony megjelenéséig. A szent hely, amely 24 törzs szobrát ábrázoló ovális kör között helyezkedik el, a körön belül a magyarok asztalával, az asztalon
a négy elem szertartásos megjelenítésével, a föld, a levegő, a víz és a tűz. Az elemek behívása ősi hagyományaink szerint történik. Ki vagyok, ez a én. Földelem, földet a nemzetség fők lakóhelyükről hozzák, és itt kérnek rá áldást a fentiektől. Ez egy forma, ugyanolyan, mint a magyarok asztala, az van ráírva, hogy így volt, így lesz. Így van. Áldás. Üzenem a földemmel együtt, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és fogjunk össze, hogy megváltozzon Trianon, úgy legyen. Úgy legyen, áldás élünk! Boldog Isten néz ránk a magas egekből, árad ránk mosolyót fénylő napszemedből. Nemzetek... Levegő, a levegő ellen behívás a zenével, tilinkóval és furujával. Vízelem, asszonyaink, lányaink díszes korsóban énekszó mellett hozzák a szent forrás vízét. Tűzelem, férfiaink, fiaink a nap erejével lobbantják lángra a szent tüzet a szertérben. Az ősök tere Tóth Tibor bemutatásával Nimród királyunk legendáit fába faragva jelenítik meg a fafaragó művészek. A ketté hasított fa belső oldalán a 24 törzsfő történelmi eseményeit, jeleneteit elemenítik meg. Nimród kedvenc szórakozása a vadászat íjjal, és a legkedvesebb szórakozása 10 éves korában, hogy egyedül szórakozásával. Tóth Tibor előadása után a szertűz meggyújtása az ifjaink feladata volt. Ők viszont majd tovább örökül, lángra nem bontják a megmár. A lángra lobban tűz körül a boldogasszony táncát láthatjuk. A tánc után a fényművők viszik a lángot a nemzetség fők mágiáihoz, ahol lángra lobbantják az őrtüzeket. Ütemre
ahogy felkészülünk, lépjenek hátlánra! Égnek, s égnek szerte a Kárpát hazádon, ahol magyar él a földön, az őrzőzött lányon. A tüzek fellobbanása után lélekben hangolódtunk, készültünk az esti tüzönjárásra. A hajnal a jurták előtt közös várakozással telt, a napban öltözött boldogasszony megjelenését. A fény megjelenésekor a szerv vezetője köszöntötte az életet adó fényt. Számunkra a Teremtő Isten fijelölt. Köszönjük, hogy magyar emberként járhatjuk ezt az utat. Köszönjük, hogy megerősíthettük együvé tartozásunkat.